Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. Mölki, vagy a BGG adatlapja szerint Mini Mölki. Ezt a finn szabadtéri ügyességi játékot 1996-ban találták ki, a növekvő népszerűsége miatt aztán 2013-ban adták ki a beltérben is játszható Mini Mölkit. A játék lényege, hogy az 1-től 12-ig számozott 12 bábut úgy üssük le a dobóruddal, hogy mi érünk el hamarabb 50 pontot. A három különleges szabálya is ehhez kapcsolódik. Az első, hogy az eltalált bábut oda kell felállítani, ahová borult, így a játéktér egyre nagyobb lesz. A második, hogy ha csak egy bábut ütött le, akkor az azon látható pontszámot kapjuk meg, de ha több bábut is, akkor csak annyi pontot kapunk, ahány bábut leütöttünk. A harmadik, hogy pontosan kell elérni az 50 pontot, ha túlütünk ezen, akkor 25-re csökken a pontszámunk és kezdhetjük szinte előről. Ügyesség és számolás kombinációja kell majd a játékhoz, amit gyakorlatilag bármennyien játszhatunk, és mivel nem igényes speciális pályát, ezért kiváló választás grillezős estékhez, kirándulásokhoz egyaránt. Egyszerű, mókás és izgalmas, ha szereted az ügyességi játékokat, nem fogsz benne csalódni. A BGG 3357. játéka tőlem a műfaj kedvelőinek különösen ajánlott értékelést kapja.